cowboy kalap, ami a legtrendibb, és számomra sokszor vicces, hogy amikor kalapban vagyok, egy ilyen kalapban is, itt sokszor azonnal le cowboy kalapoznak, miközben a cowboy kalap az, aminek így kicsit így felfele áll a teteje, és a fejrésze is teljesen máshogy néz ki. Úgyhogy most az, ami ilyen extra cool. De ezt leszámítva azért az ilyen nagyobb karimák, azok így még mindig trendek. Elég sokszor külföldön megy az, hogy ilyen roncsolt, égetett mindent is ráaggatunk, kalapokat készítenek. Ami nekem először a kalapokról beugrik, ez egy nagyon kedves és fontos fotó, mégpedig a szüleimnek az esküvői fotója, mert hogy anyukám fátyol helyett egy hatalmas kalapot viselt, ez a 70-es évek végén volt nagyjából. És én ezt egyébként ilyen nagyon bátornak látom, tehát hogy ilyen szerintem tök menő volt. Anyukám ilyen trapézújú esküvői ruhában és egy kalapban. Ez bátorság volt szerinted a 70-es években, vagy pont, hogy akkor sokkal többet hordtak kalapot, mint most? Hát ez biztos, hogy sokkal többet hordtak kalapot, meg mások voltak a trendek. Tehát, hogy azért, hogyha megnézzük a 70-es években, lehet, hogy ő merész volt, és lehet, hogy ő tényleg valami különlegeset és extravagánsat hordott, de azért abban az időben ezek a dolgok egy kicsit máshogy néztek ki, és valószínűleg sokkal elfogadottabb, és a normálishoz úgymond jobban hozzátartozott, hogy a mennyasszonyon van egy kalap, vagy fejdísz, vagy fátyol. És akkor a 70-es években ezek a nagy kalapok, ezek nagyon is éppen a legszebb idejüket élték, hogy úgy mondjam, még itthon is. Hát igen, végül is belegondolunk, nem Woodstock, meg ez az egész életérzés. Igen. Azért ebben volt egy extravagancia. De egyáltalán bármennyire extravagánsnak számít az, hogyha valaki kalapot hord ma? Nagyon sokan amúgy azt gondolnák, hogy igen, viszont azt gondolom, hogy aki meg kalapot hord, az azt gondolja, hogy nem. Tehát, hogy van benne egy kicsit egy ilyen kívülről nézve lehet, hogy ilyen furcsaság, viszont hogyha valaki megszereti, akkor ez egy ilyen olyan dolog, mint hogy reggel cipőt veszek, és nem megyek ki az utcára nélkül, és hogyha nem veszek fel egy kalapot, akkor lehet, hogy kicsit mesztelennek érzem magamat, de szerintem, aki így szeret kalapot hordani, az inkább ezt a természetes vonalat képviseli, hogy így ő neki ez hozzátartozik az imidzséhez, ebben érzi jól magát, és nem a polgárpukkasztásról van szó. Igen, mert azért még mindig van egy kis, tehát hogy egy kis bátorság, nekem például nincs kalapom, ami nagyon fura, és most azt gondoltam, hogy most ide eljövök hozzád, és nem is az, hogy lesz, de hogy legalább úgy elkezdek barátkozni a gondolattal, mert hogy te azt mondod, hogy nincs olyan, akinek rosszul állna egy ez kalap. Így van, tehát hogy mindenkinek meg lehet állni azt, ami jól áll. A te történeted az honnan indul, és ezeknek a kalapoknak a történet, ugye te művészettörténetet tanultál Bécsben, amiből nekem úgy egyenesen arányosan nem következik az, hogy aztán kalapokkal foglalkoz, bár az biztos, hogy a művészetből azért rengeteg inspirációt lehet kapni ehhez. Igen, nekem ez a művészettörténet, ez ilyen mellékágnak is mondhatnánk, hogy amikor végeztem a gimiben, akkor így mi leszek, ha nagy leszek, és akkor adódott az, hogy akkor tanuljak művészettörténetet, mert hogy így érdekel a divat, a művészet, a nem tudom, akkor ez ilyen tökre logikus. És közben találtam rá Várhegyi Évára, és én tőle tanultam meg igazából így az alapokat és a kezdeteket, és neki köszönhetem, hogy én kalapos lettem, hogy befogadott a műhelyébe. És akkor utána voltam Londonban, dolgoztam Philip Tracenél, aki az egyik ilyen legnagyobb kalaptervező így világszinten, és akkor utána gondoltam, hogy jó, hát akkor a sajátomat szeretném folytatni, vagy megcsinálni, és akkor így jöttem haza. Hogyha még egy picit visszaugrunk mondjuk Londonba, azért nyilván onnan inspirációt kapni, meg ott foglalkozni ezzel, az egy nagyon más világ volt. Igen. És aztán azt átültetni utána a hazai nehéz színekbe, az gondolom, hogy nehéz. Nehéz, meg nem is feltétlenül lehet, vagy kell, vagy így, tehát hogy így van egy ilyen érdekes megmagyarázása szerintem nagyon sok embernek a fejében, hogy én azért vagyok itt, hogy Magyarországon mindenki kalapot hordjon, és így tulajdonképpen ezzel nem értek egyet. Én azt szeretném, hogy az hordjon kalapot, aki szereti ezt, és annak legyen tőlem kalapja, aki értékeli, és tudja, hogy mi ez, és egyáltalán nem arról van szó, hogy most mindenkinek kalapban kell járnia. Teljesen más Angliában, mint minden más, minden országban az embereknek a megjelenése, elképzelése, tehát hogy ezek így nem feltétlenül összehasonlítható dolgok.
De azért Magyarországon is van erre egy nyitottság, és szerintem egyre inkább keresik az ilyen különlegességeket. Igen, mert ez olyan egy kicsit, mint valami feltűnőbb ékszer, vagy valami hangsúlyosabb ékszer, amivel itt fel tudsz dobni egy sima fekete ruhát. Igen, is. De közben meg tényleg, hogyha valaki így rákap, akkor nem csak ez a különlegesség, hanem hogy így akkor ez így hozzátartozik a dolgokhoz, tehát hogy meg funkciója is van. Mondhatnám, hogy ez egy életmód, de hogy ez így nagyon kisarkított dolog, szóval azért nem feltétlenül, de igen, tehát hogy a funkció is főleg nyáron, tehát hogy véd a naptól, és azért az utóbbi időben egyre erősebb az UV-sugárzás, a napkáros hatásaival egyre jobban tisztában vagyunk, szóval hogy így nem utolsó sorban hasznos dolog. Például itt van ugye mellettem, mondjuk egy szalmakalap. Igen, ez egy elég régóta kedvelt fazon nálam. Hogyha így közelebbről megvizsgálja az ember, akkor lehet látni, hogy mennyire kis pici fonatokból készült. Mert hogy a szalma anyagnak is különböző minőségei, formái és anyag opciói vannak, tehát hogy a szalma az inkább egy összefoglaló név. És azon belül ugye sokféle növényi rost szálból készülnek az alapanyagok, amiből elő lesznek fonva, és utána formázom. Itt fönt lehet nagyon jól látni, hogy egy ilyen nagyon hosszú csík ott fonnak először ebből a szalmaszálból, és az van utána így körkörösen megvarva. És akkor utána azt szoktam vízzel, hővel alakítani kalappá. De hogy ez egyfajta anyag, és amúgy van egy másik fajta anyagom is, amit így megmutatnék, hogy így látható legyen talán a különbség, hogy ez például szőve van. És hogy ugye ez egy pontból kiindulva meg van szőve, és ez egy másfajta anyag. Tehát hogy ez sokkal puhább és rugalmasabb, míg ebben van egy merevség. És amiatt is merevek a szalmakalapok, mert hogy amikor készítem, akkor nagyon fontos, hogy az anyagnak legyen tartása. Na mondjuk a tudatosságot, vagy a fenntarthatóságot nézzük, akkor a kalaptrendekben is, meg ezekben az anyagokban van, is itt van. Is. Igen, igen. Így, hát ez egy kicsit ilyen nehéz téma, de én nekem van egy álláspontom, amit igazából képviselek, hogy én az egyedi kalapkészítésnél nyúlszőrt szeretek használni, ami ugye nagyon sok esetben az emberekben kivált egy ilyen negatív élményt, hogy hú, de hát az állatjukat védeni kell, amivel teljes mértékben egyetértek. Azonban ez az anyag nem igazán helyettesíthető mással, tehát hogy nyilván lehet amúgy gyapjúból is kalapot készíteni, és ez egy konfekció terméknél teljesen jól működik, de amikor így kézzel egyedileg méretre csinálok, akkor számomra az a legjobb és legjobban bevált anyag. Ami amiatt is fontos, mert hogy én azt szeretném, hogy azok a kalapok, amiket én készítek, azok hosszú távon, tehát hogyha jól van ápolva és vigyázva, akkor tényleg évtizedekig legyen az egy kalap, míg hogyha gyapjúból készítek, ott azért kevésbé tartós. Tehát ugye a fenntarthatóságban azért nem csak azt kell néznünk, hogy az állatok, hanem hogy hosszú távon ez hogyan él tovább. Hát nyilván ez a bőrnél is így van, ugye ez egy ilyen örök vita téma. Nyilván az sem mindegy, hogy honnan származik ez az anyag, mennyire ez, ellenőrzött ez forrásból. Természetesen, tehát hogy így ezekre mind figyelni kell, de hogy közben pedig szerintem, hogy az egyensúly megtartása az, ami a nap végén a legfontosabb tud lenni, mert csinálhatnék műbőrkalapokat is, csak utána az valószínűleg soha nem fog lebomlani, és lehet, hogy ez egy nagyon trendi dolog, és nagyon sokat értékesítenék belőle, de hosszú távon nem gondolom, hogy az a bolygónknak jót tesz. És a kalap az azért, meg a fejdísz, az szerintem egy olyan darabja a gardróbunknak, ami tényleg tovább örökíthető. Hát én szerintem is, tehát hogy így nehéz az, hogy ugye sokszor az emberek azt gondolják, hogy csak egyszer vehetik fel. És ez egy olyan dolog, amit így túl kell gördülnünk ezen, tehát hogy így pont emiatt a ruháknál is, tehát hogy egy ruhát, hogyha egyszer kalappal, egyszer nélküle, vagy fejdísszel vesz fel valaki, akkor az már is egy teljesen más megjelenés kölcsönöz. És szerintem ez egy tanulható stílus valamilyen szinten, hogy fel kell fedeznünk azt, hogy ez így máshogy néz ki, és egyáltalán nem baj az, hogyha valamit többször hordunk, sőt, inkább szerintem ma már mindenki afelé tendál, hogy olyan darabjaink legyenek, amik igenis hasznosíthatóak többször. Na, de hát itt azért vannak tényleg nagyon egyedi és nagyon feltűnő darabok. Mesélsz egy-kettőről? Igen, igazából így a műhelyemben kicsit
random vannak a kalapok, ugyanis pont emiatt, mert hogy szinte mindent megrendelésre készítek, így ezek a dolgok inkább ilyen ötletként, meg kiinduló pontként vannak, és ezeket a kalapokat nem feltétlenül célom eladni. És akkor ezek az ilyen feltűnőbb dolgok itt a felső polcon, ezek a tavaly előtt csináltam, mert egy kicsit így összefolynak az évek, mert hogy akkor volt a márkám 5 éves, és akkor csináltam egy olyan kollekciót, ahol én látok egy ilyen összefüggést, külső szemmel lehet, hogy így teljesen random különböző darabokból áll az egész, de hogy az tényleg így arról szólt, hogy most ez a jól érezzem magamat abban, amit csinálok, és így az egésznek a megjelenése az így visszatérjen ahhoz, hogy ez most az, ami nekem tetszik. És ne az a nyomás legyen rajtam, hogy ezt el kell adni, mert az kicsit a kreativitást azt meg tudja ölni. Tehát, hogy így például van egy ilyen kis tollas kalapunk, és a nap végén ezek nem úgy különlegesek, hogy most ezt nem lehetne felvenni, de az a valóság, amiben élünk, az nem feltétlenül a mindennapokra egy ilyen kalapot kíván. És ugye itt vannak a fejdíszek is. Igen. A fejdíszekből különben tervezek sokkal többet készíteni. Amikor ezt az egész Vecsei Millinery-t indítottam, akkor nekem amúgy az első kollekció is, meg így ez volt a fejemben, hogy fejdíszek. Pont amiatt, mert szerintem azok különlegesebbek, tehát hogy kalapot sem lehet mindenhol kapni, de fejdíszeket még kevésbé. Úgyhogy van pár fejdíszem, de ezek is tényleg inkább egyedileg, akinek valamilyen eseményre szeretnék készítek, és nem feltétlenül így ilyen polcról levehető dolgok. De gondolom, esküvőkre is sokan visznek. Az esküvőkre egyre jobban, igen, egyre jobban érdeklődnek, és talán az ilyen kis fátylas fejdíszek azok, amik tényleg így az esküvőkben jól működnek. Főleg a mennyasszonynak, és akkor ebből készítek most néhány olyat, ami kevésbé ez a megszokott, mert nagyon sokszor ilyet szoktam készíteni, ami egy ilyen egyenes, egyszerűbb és visszafogott, és akkor egy új irány, hogy valami más történjen, igen. Ez itt a szentélyed, ugye itt készülnek az egyedi kalapok, és bár gondolhattam volna, de valamiért, nem tudom, nekem ez így nem annyira esett le, hogy hát persze, hát kalapformák vannak, hiszen vannak méretek. Szóval itt ez ugyanolyan, mint a cipőknél a kaptapa, csak ezt kalapformának hívják. Igen. Nagyon hasonló különben így az eljárás, és én is sokszor így a cipőkészítéshez szoktam hasonlítani, hogy az embereknek arról egy kicsit több fogalma van. Hát, oké, akkor van egy forma, veszed egy formát. Veszed az anyagot, és igen. Akkor itt ugye pont látunk egy... Igen, tehát hogy így nagyon sokszor úgy indul, hogy amikor így megbeszéljük a vásárlóval, hogy mit szeretne, megmérem a fejét, csinálok egy sablont, hogy a fejformája milyen, és akkor keresek egy megfelelő formát. És tulajdonképpen úgy működik, hogy ugye erre ráhúzom magát az anyagot, ami hő és nedvesség hatására formázhatóvá válik, és ugye ehhez utána kiválasztok egy karimát, amúgy amiket így gyakran használok, azok általában így alul vannak, hogy kéznél legyenek, és akkor utána pedig összerakom, tehát hogy így egymásra a kettő dolgot, és akkor erre kerül rá az anyag. De ez azt jelenti, hogy folyamatosan nedvesíted az anyagot? Tehát hát igen, meg hogy nagyon meleg, tehát hogy tényleg ilyen gőzölgő, forró, és hát amikor a kezdetek kezdetén, akkor még gumikesztyűvel dolgoztam, de hogy most már így... Mert az lesz kezed van. Számít, igen. A karimánál van olyan lehetőség. Az egyik opció az nyilván az, hogy ugye egy lefeleivel, és akkor egy ilyen formánk van, amire így direktben rá tudok vasalni. Viszont, hogyha olyan kalapot készítek, aminek felfeleivelő a karimája, akkor van egy ilyen magasító dolgom, amire ezt ráteszem, és ugye ebbe a forma feje lefele megy bele. És akkor ebbe az irányba vasalom a karimát. És ezek ősségi darabok, ezek itt vannak előttünk. Tehát, hogy igazából ezeket nagyon ritkán használom, viszont egy kalapos bezárt a Lehel téren talán, és akkor így volt lehetőségem megvásárolni ezeket, és azért így nagyon is szeretem az ilyen eszközöket és dolgokat, még akkor is, hogyha nem napi szinten használom, de hogy ezek olyan dolgok, amiket ma már így sehol, tehát hogy
általában így akkor inkább megveszem, és majd haszna lesz. Ma már ez alapvetően ez is egy külön szakma, a formakészítő. És külföldön van még néhány formakészítő, de egyre kevesebb. És éppen készítetek is néhány formát, és azok így reményeim szerint szuper jók lesznek, de hát ezért a régiek azok az igaziak, tehát hogy azok már elég sok időt túléltek, és azért a trendek is újra-újra előjönnek, tehát hogy nem kell a régi eszközöket így eldobni, mert igenis hasznosak. Mik egyébként most a trendek? Talán a cowboy kalap, ami a legtrendibb, és számomra sokszor vicces, hogy amikor kalapban vagyok, egy ilyen kalapban is, itt sokszor azonnal le cowboy kalapoznak, miközben a cowboy kalap az, aminek így kicsit így felfele áll a teteje, és a fejrésze is teljesen máshogy néz ki, úgyhogy most az, ami ilyen extra cool, de ezt leszámítva azért az ilyen nagyobb karimák, azok így még mindig trendek. Elég sokszor külföldön megy az, hogy ilyen roncsolt, égetett mindent is ráaggatunk, kalapokat készítenek, amire igazából még nálam is van lehetőség, mert a TAU-ban én is csinálok most egy workshopot, amiben ilyen dolgokat készítünk, hogy rá lehet hímezni, rá lehet tenni köveket, ásványokat a horoszkópunknak megfelelően, tehát hogy ez is egy elég trendi vonal jelenleg. De neked is vannak olyan tárgyaid, amikhez nagyon ragaszkod. Igen. Ennek a kalapnak a története, ez egy workshopon készült, ez egy workshopos, igen. Ez most valahogy így ez lett az egyik ilyen kedvenc mindennapos. Ezen csak egy ilyen kisebb hímzés van. Nyilván lehet rá mindent is tenni, de azért az én mindennapjaimtól kicsit távol van az, hogy túl sok minden kerüljön egy kalapra, miközben meg másokon amúgy nagyon szeretem, és szerintem tök jól mutat. Tehát ugye így kalapban is sokszor megkérdezik, hogy mi a kedvenc kalapom, és általában mindig van egy kedvenc, miközben meg így ez nagyon gyakran változik. Tehát, hogy jelenleg amúgy ez a kedvencem, és ez a kedvencem, bár ő már elég régóta a kedvencem, úgyhogy lehet, hogy örök kedvenc marad. Akkor ezt megtartod, és ezt nem adod el. Nem, mert hogy... Van az a pont, ezt már megtanultam, ez egy vicces történet igazából, hogy amikor elkezdek hordani egy kalapot, mert hogy túl új, és senki nem tudja hova tenni, meg hogy olyan kicsit fura, kicsit nem, és akkor előfordul az, hogy valaki nagyon beleszeret, és akkor továbbadok rajta, de hogy azt örökre bánom, tehát hogy így az évek alatt ezt már így megtanultam, hogy van egy-két darab, amihez igenis ragaszkodhatok, és ez egy olyan, amit már többször is próbáltak lekönyörögni a fejemről, de nem, ő az enyém marad. A vicces az, hogy amúgy nem is az én méretem, tehát hogy így hogy kicsit a nincsen cipője a Schusternek és lyukas, hogy nekem meg nem a méretemre van a kalap, úgyhogy vannak ilyen dolgok, de van pár trükköm, amivel viszont azzá válik, úgyhogy... Milyen trükkök? Én nagyon szeretek a kalapjaimba kalapgumit tenni, és az a kalap, amit én hordok, abban mindig van egy kalapgumi. Nem csak amiatt, mert hogy ez például nagy rám, hanem amiatt is, hogyha fúj a szél, és megyek, és rohanok, akkor így nem biztos, hogy szeretnék azzal még bíbelődni, hogy nehogy leessen a fejemről a kalap, és egy ilyen biztonságérzést ad. És nagyon-nagyon fontos, hogy ha ilyen kalapgumit találunk, amúgy régi kalapokon szokott lenni, ilyen vintage boltos kalapokon, akkor nem az állunk alá tesszük. Tilos. Tehát, hogy nem ide jön azok a lóbibolyok, hanem hogy így a megmutatod, tarkóra. Megmutatod, hogy kell felvenni? Igen, igen. Úgy történik, hogy amikor felveszed a kalapot, akkor ezt a kalapgumit igazából így a frizurádban elrejted. Aha. Tehát, hogy egy picit így alá kell a hajad alá tenni, de hogy így nem kell az egész hajad alá. Uh-huh. Tehát, hogy így nem innen kell, hogy induljon, hanem csak egy kicsit így a azt gondolnám, hogy nem tartja meg, de simán megtartja. Nagyon jól megtartja, és nem is érzed, tehát, hogy így tudsz benne még ugrálni is, és nem fog lerepülni. Most próbáljuk ki, de... Igen. Úgyhogy azok kényelmes. A kalapok, amiket így én szoktam hordani, azokban általában van kalapok.
Igen, ez az, hogy ezt meg kell szoknod, szerintem, hogy hát hogy egy perifériában látni fogod mindig is. És szerintem sokszor az emberek szeretik azt, hogy a kicsi a karimája kalapnak, mert hogy nincsen idegenérzés. Tehát, hogy azért én is látom. De közben meg egy kis karima nem feltétlenül áll jobban, és akkor onnantól kezdve, hogy lehet, hogy érzésre nem tudja azt, hogy van rajta kalap, de belenéz a tükörbe, és látja, hogy nem stimmel. Tehát, hogy itt valahol egy kicsit kompromisszumot kell hozni. Jó, akkor ezt most én még szokom a beszélgetés végéig, ez még itt rajtam marad, de nem fogom elkunyizni tőled, megígérem. Erre nincs lehetőség sajnos, úgyhogy... Na de még van, ugye neked a nyakláncaid, azt már sokszor megjegyeztem, hogy imádom, amikor valakinek nagyon sok nyaklánc van a nyakában egyszerre, és rajtad és van. És ezeknek van története. Igen, tehát hogy így érdekes, hogy nem tudom, hogy ez a korral jár, vagy csak valami változik, és hogy egyre inkább azt veszem észre, hogy ugyanazok az ezékszerekhez ragaszkodok, és mindegyiknek van valami története, és nem csak egy ilyen valahol valamikor vettem, hanem valakitől kaptam, vagy valamiért vettem, és hogy emiatt így ezek így tényleg így hozzám tartoznak. Például ezeket a gyűrűket ilyen körülbelül 15 évvel kaptam még anyukámtól, és nagyon sokáig kerestem, hogy legyen hozzá valami hozzáillő, és akkor külföldön egyszer így rátaláltam erre a gyűrűre, ami egy kicsit ilyen gonosz, és így néha félek, amikor kezet fognak velem az emberek, hogy aha, mert szúrós, igen. De közben meg így nagyon megtetszett, úgyhogy ezt így, ennek is van egy ilyen különlegessége, és nem is tudom most igazából, amit, ez a dorcitól van, igen. Ezt tőle nagyon-nagyon szeretem, mert ez a kék, ez egy kedvenc színem, és ez a csillaggal, ez nagyon különlegesnek találom. Ezt a fülbevalót hordom tényleg minden nap, szóval, hogy így nem tudok más fülbevalót felvenni, ez a Revit-től van, a Rédei Vikitől. És akkor itt is a nyaklánc. Ez amúgy egy örökségnek lehetne mondani, mert ezt anyukámtól kaptam, és az is lehet, hogy az apukámé volt, de ezt csak azért vettem most fel, hogy ehhez passzolóan legyen valami, mert ezt meg legutóbb Londonban vásároltam, és akkor... És még egy tárgy van, amit nekem említettél, az egy olló. Igen, ezt az ollót, ez egy ilyen szent eszközként tartom számon, és hogyha együtt dolgozok munkatársakkal, asszisztensekkel, vagy bárkivel, akkor igazából én nekem nincs az ollókra ilyen szabályom, mert nagyon sok műhelyben megvan az, hogy ez a papírvágó olló, ez az anyagvágó, szabó, nem tudom. Nekem az a szabályom, hogy ezt senki nem használhatja, és hogy minden más ollóval mindent szabad vágni, de ezzel csak én is, és csak ránézni szabad. Mert hogy ezt az ollót különben Nyíregyházán vettem egy nagyon kedves kalapos bácsitól, és ilyet szintén ma már nem nagyon lehet venni. Az a különlegessége, hogy van egy íve, tehát hogy ez egy kalapos olló, kimondottan kalapos olló, és azért van íve, mert hogy amikor a karimát levágom, akkor egy íves éllel lehet ívest vágni szépen. Ennek is az, hogy egyáltalán ilyet nekem eladott, az egy ilyen szuper dolog, mert ezek nagyon, nagyon nehezen felelhető darabok, és azt mesélte, hogy amikor ő annó vett ilyen ollót, akkor neki ez két havi fizetésébe került, de hogy így körülbelül 50 évvel ezelőttről beszélünk. Úgyhogy ez számomra egy nagyon értékes darab, és emiatt ez egy ilyen szent olló. De egyébként ez milyen szép, hogy akár itt a kalapformákban, akár az ollóban azért egy csomó mindent ebből a mesterségből te tovább örökítesz, és átmenekítesz. Igen, az utókornak. Mert amúgy ezek olyan dolgok, amik kellenek is hozzá. Tehát, hogy ez nem szentimentalizmus, hogy szépek a régi formák, hanem hasznosak is. És nem mindegyik, tehát hogy például nagyon érdekes az, hogy a régi formák általában kisméretűek, tehát hogy ez az 53, 54, 55-ös, azok általában az 1920-as években készült formák. Kisebb volt kisebbek a voltak az emberek is. Kisebbek voltak. És a fejük is. És máshol hordtak kalapot. Tehát, hogy régen nem volt az divatban, hogy ennyire behúzták a fejbe a kalapot, hanem sokkal inkább egy picit ugye feljebb hordták. És azáltal már is kisebb a fejméretünk, hogyha feljebb van a kalap. Tehát, hogy ezek mind befolyásoló tényezők így a formáknál. Mégis azt gondolom, hogy így hasznos darabok akkor is, hogyha kisebb, mert
mert lehet rákészíteni más dolgot, meg sokat lehet belőlük tanulni. Tehát, hogy a régi dolgokból szerintem mindig lehet újat kitalálni.